Elvileg valóban megírtam a görögök összes regélyes cselekedetei egy ilyen 60 oldalas dolgozatot, ami szerintem nagyon jó volt, de a srácoknak nem tetszett. Igen, megmutatta nekünk a Péter, mit gondoltunk róla? Én nekem meg kéne olvasnom újra, mert én már nem emlékszem rá. Most már tetszene nektek, de most már késő. Most már nem adom, nem is tudom, hogy hol van, de ez valóban a görög drámaírókról, meg arról a világról szólt. És aztán jött az ötlet, hogy annak a három kaliforniai színésznek, akik a sört csinálták, van egy újabb művük, a Biblia, Isten komplett szavai. Azt beszéltük meg, hogy akkor csináljuk meg inkább azt, de ha már az újságokban, meg a tévében is elmondtuk, hogy a görcs lesz, a görögök összes regélyes cselekedete, arra gondoltunk, hogy na, akkor itt meg az lesz a csavar, hogy a címe megmarad görögök összes regélyes cselekedeteinek, és valóban jön, csak rögtön egy műsorváltozással kezdünk, hát tömören ennyi. Igen, és aztán 20 év kellett ahhoz, hogy rádöbbenjünk, hogy ez a cím azért nem annyira vonzó, tehát az, hogy görögök összes regélyes cselekedetei, annak ellenére, hogy azért 20 éve tényleg játsszuk ezt az előadást, és idén találtuk ki azt itt a 6 címben, hogy most ebben az évadban, hogy akkor kipróbáljuk, hogy milyen az, hogyha az igazi címen játsszuk, vagyis gondviselő összes regélyes cselekedetei, azaz a Biblia. A Biblia. A Biblia. A képes gyerek Biblia. Volt egy célkitűzésünk, hogy amennyire a sörnél hagytuk azt, hogy szabadon folyjon, hogy improvizáció, nem tudom én, ezt meg direkt nagyon-nagyon feszesre szerkesztettük, ez gyakorlatilag másodpercre majdnem mindig ugyanannyi. Improvizációt szinte egyáltalán nem hagyunk egyikünknek se, ha valaki mégis egy kicsit úgy túltengene, akkor azt... Így van. Úgyhogy ezek voltak a változások. Én ezt nagyon szeretem, ezt az előadást, és nagyon büszke vagyok rá, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan típusú szórakoztató előadás, ami nagyon penge. Szólt az Isten szég, és már vette is mindennek a kezdetét. Nem kell ahhoz szóról-szóról ismerni a Bibliát, hogy valaki megértse ezt az előadást. Tehát akár ahogy a Shakespeare-nél, hogy a Hamlet, Romeo, tehát az ismertett darabok vannak előtérben, azért itt is olyan történetek vannak, amiket ismernek a nézők, az átlagnéző is ismer. Madár! Fű, te kurva, jó? Hogy ugye a sörrel kezdtünk mi annak idején nyeretlen 2 évesekként, és akkor tényleg egy ilyen ötlet cunami, és volt nálunk is sok minden, és nagyon-nagyon fontos volt akkor egy külső szem, az esetben a Kern András, aki azt mondta, hogy ti itt éltek Közép-Kelet-Európában, keressétek meg azt, hogy nektek mi viszonyulásotok van ehhez a történethez, és ez egy nagyon-nagyon fontos mondat volt, ez a sörnél kezdődött így, és aztán a görcsnél ez már tulajdonképpen egy percig nem volt kérdés. Száki! Szuka! Ez a kuroszava! Az biztos, hogyha nem is ebben a formában, de mind újra és újra valahogy keresztezi a mi pályánk egymás útját. Én dolgoztam külön a Totyával, tehát hogy ő azt gondolta, hogy érdemes engem esetleg más szerepben is kipróbálni. Tehát, hogy... Dolgoztak az Operett Színházban, egy zseniális operettben. Az Arthurral, Péterrel megcsináltuk. Hárman is a Rocky Horror Show-ban. Így van. Tehát én szerintem, én nem mondanám azt, hogy soha, tehát hogy soha nem mondjuk azt, hogy soha, hogy így hárman-e, vagy milyen formában, szerintem még biztos, hogy fogunk találkozni, mert ha nem tartanánk egymást kellőképpen tehetségesnek és kreatívnak, akkor nyilván én azt gondolom, hogy már ezeket sem játszunk.